Másfél órás csúszással ugyan, de kedden délután megnyitotta kapuit az idei EFOT. A fesztivál a Csík-zenekar koncertjével kezdődött. A magyar népzenét játszó formációra sokan voltak kíváncsiak, még akkor is, ha a zenekar első hallásra nem tartozik a tipikus fesztivál együttesek közé. Sikerült egy olyan fajta ízt adni a muzsikánknak. Lehet, hogy épp az alternatív rock muzsikának volt köszönhető, vagy annak a őszinte, jókedvű és tiszta előadásmódnak, amivel a magyar népzenét továbbadjuk. Hiszünk benne, hogy az érték és az jó, és a miénk. És hát persze az a fajta nyitottság bennünk is kell, hogy legyen, ami egyébként a fiatalokban van. Szerdán délelőtre szinte teljesen megtelt a Verencei Északi strand sátrakkal és szórakozó fiatalokkal. Voltak, akik szinte abba sem hagyták a bulizást, de sokan voltak olyanok is, akik előre pihentek az estére. Nagyon elmentünk koncertre, táncoltunk egyet, ilyen kicsit lájtosabban, aztán próbáltunk pihenni a többi bulira. Még nem voltam EFOT-on, úgyhogy mindenképpen pozitív. Várjuk a továbbiakat. A hangulatra tehát nincs panasz ezen a fesztiválon. És a büfések a vendégek számával is elégedettek. Az egyik pultos szerint a legkeresettebb áru a sör. Rengetegen voltak. Egyébként nem voltak annyira sokan, amennyire számítottunk. Az elején sokkal többre számítottunk, de szerintem nem volt annyira megterhelő. Ma többen vannak, szemmel látható. Adásunkkal egy időben például a belga koncertezik a Velencei-tó partján, de az EFOT egészen vasárnapig várja a szórakozni vágyókat.